9 óra 13 perc van, a stúdióban itt van már velem Nyári Krisztián, a Lira kiadó kreatív igazgatója, majd beszélni fogunk, hogy mit csinál egy kreatív igazgató egy kiadónál, irodalomtörténész történész és író, és már negyed óra itt van, és beszélgettünk egyrészt a Válasz online-on megjelent cikkéről, másrészt szóba került már Bereményi Géza is, de hát az aprópót, ahogy ígértem önöknek is, azok a a szobordöntések, szoborállítások, illetve a magyar rabszolgatartókról írt, vagy a rabszolga munkára kényszerített emberekről, magyar emberekről is írt a válaszon, megjelent, tegnap előtt megjelent írásában. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt, szervusz! Úgyhogy tegeződni fogunk elnézést, kérünk mindenkitől, akit zavarna ez a hangnem. nem akkor, amikor múlt héten döntött a 12. kerületi önkormányzat arról, hogy átalakítják a második világháborús nagyvitát kavart emlékművet, tehát abból első világháborús emlékmű lesz, és majd építenek egy másikat, miközben ez a turul, ez ott van attól a helytől száz méterre, ahol embereket gyilkoltak le 1944-ben, amire én azt mondtam, hogy jó napot kívánok, ezt a szobrat el kéne tüntetni, le kéne bontani, és akkor voltak opcióim, hogy adott esetben szoborpark, vagy, vagy farkasréti temető, vagy a 12. lett egy eldugott pontja. Szóval te szobor döntés ellenes vagy, egyetértesz velem, vagy, vagy milyen szobrat, milyen sorsot, vagy jövőt szánál ennek az emlékműnek? Hát ennek a turulszobornak az egész története nagyon szimptomatikus, és teljesen más, amikor amikor egy, egy hatalmi pozícióban levő szervezet, egy önkormányzat emel egy szobrot, hogy azt akkor megelőzi-e bármilyen konszenzuskeresés például épülem, mert hogy az egy engedély nélkül szobor volt, és, és egy csomó minden, és hát ráadásul, hogy egy nem egy embernek a szobrát látjuk, akinek ilyenkor ugye az életművét kell értékelni, és megnézni, hogy összességében ő alkalmas-e, érdemese rá, hogy emeljünk neki egy szobrot, ez egy jelkép, és egy olyan jelképet sikerült választani, ami a 20. században, most nem menjünk vissza a vonfoglalásig, de a 20. században mindenképpen azt a világot Jelképezte, amelyik egyébként elpusztította ennek a kerületnek lakosainak egy jelentős részét, és akiknek egyébként emléket kívánt állítani ezzel a az adott önkormányzat. Tehát, hogy hogy, hogy minden szempontból egy nagyon szerencsétlen e, e, szobor az, és akkor utána még hát a történetében ezerféle kanyar volt. E, Úgyhogy megörökölte Pokorni Zoltán ezt az egész helyzetet, e, szobrostul, mindenestül, a nagypapája nevével. E, tehát ez egy szám, szerintem neki ez egy nagyon kellemetlen történet, amit, amit ugye megértek, Igen. és hát hogy ez a megoldás, hogy most akkor jelképezzen valami mást, ez egy kármentés, hogy ez... Megfelelő kármentése, ezt őszintén szólva nem tudom. Tehát nehéz helyzetben vannak, hogy mit csináljanak vele. Hát Jobb lett volna, hogyha az a szobor nincsen ott. De ennek teljesen más a története, hiszen itt ez 10 év, vagy 12. 2004-2006. Akkor akkor már több 14 év történetéről beszélünk. György állította? Igen, ez egy rövid történet azért egy szobor életében. Itt a, a, az elmúlt hetekben olyan szobrokról beszélgettünk, amelyek ott állnak valahol, adott esetben 100 vagy 200 éve, valamit jelentenek, és hogy ez a jelentés és ez, ez érvényes még. Itt azért ez elég egyértelmű a turulnál a helyzet. Tehát nem lehet a, a turul szövetség és mindenféle a turul jelképét szélső jobboldalibá formáló szervezetek emblémájával megemlékezni azokra, akik ezek a szervezetek, akiket ezek a szervezetek egyébként meggyilkoltak nem is értettem, hogy Pokorni Zoltán pont érintettségére hivatkozva nem szavazotta, mikor a szobor eltávolításáról szavazotta a 12. kerület hegyvidék önkormányzata. Tehát szerintem ő neki pont ezért kellett volna adott esetben beleállnia, pont a nagyapja miatt, meg a, meg arról a kiderült dolgok miatt. Tehát ez a tartózkodás jelen esetben szerintem hát, olyan magatartás. Nem tudom. Szóval nagyon, nagyon örülök, hogy nekem nem kell ilyenbe belegondolni. Tehát bor borzasztó lehet, amikor, a, amikor az embernek azzal kell. Pont egy politikusként egy ilyen helyzetben szembesülni, hogy adott esetben a felmenői között gyilkosok vannak. Nem, ne, senki nem gondolta ezt sohasem, hogy, hogy felelős lenne. Ja persze, akár az csak apja, hogy... Akár a Én... Nem tudom, hogy én ebben a helyzetben ö, tartózkodnék el, vagy, vagy én állnék-e az, ele az uh -huh. élére. Mind a kettőben érezhetnék úgy, hogy ez csak egy politikai farizeusság ahhoz képest, hogy uh, talán még most is vannak a uh, fővárosban emberek, akik uh, a Stalin szobor darabját őrzik. Lehetett tudni azt, hogy, hogy valamelyik színésznek is volt a, a kertjében Stalin szobor egy darabja. Uh, Krasó itt a uh, hírek alatt folytatott beszélgetésünkben szóba került egykori uh, Magyar Október párt 56-os politikusnak is tudom, hogy, hogy, volt egy darabja. Mondjuk adott esetben ki lehetett volna árusítani ezt a túlú szobrot, tehát így uh, földarabolni 5x5 centiméteres uh, kis darabokra, és ez volt a, a 12. kereti túrószoban, és akik számára ez így fontos, azok, azok vegyék meg. Igen, csak közben az egy nehéz feladat, hogy meggyőzni mindazokat egyébként, akiknek fontos ez a turú jelkép, nem azért, mert ők egyetértenek bárkinek az elpusztításával, vagy szélső oldalak lennének, hanem egyéb okokból, hogy itt, ezen a helyen, erre a célra ez a szobor nem, hogy nem alkalmas, hanem, hanem fájó, bántó, és, és ezért nem akarja ezt sok ember ott látni. A Sztálin szobor azért más volt a helyzet, szerintem 56 nyarán nem nagyon találtál volna a, nyilván a, a hatalom képviselőink kívül olyan embert, aki örült, hogy ott van az a szobor. Az tehát egyet, ott volt Különösen, hiszen, hiszen lebontották előtte a Regnum Marianum templomot. Igen, tehát egy, társadalmi konszenzus volt 56-ban, amikor kitört a forradalom, hogy azt ott azonnal el kell tüntetni. És azt ugye nem demokratikus módon tették oda, tehát az teljesen rendben is volt, hogy ott azt a népharag elsöpörte. Tehát teljesen más a helyzet, egy olyan szoborbontás, ami egy, egy, jogos elégedetlenségből egy forradalmi helyzetben történik, mint amikor elébe akarunk menni az egyébként rendelkezésünkre álló demokratikus lehetőségeknek. Hiszen mondjuk tudószoborban is meglehetősen sok van a fővárosban, nem kell messzire menni, hiszen a, a Szabadsághíd tornyában is. Elmégy, és ott de, teljesen más bár... mutat egy 19. században épült szobron, vagy idon, egy ilyen dísz, az teljesen mást jelképez, mint, a, mint 1944 után oda tenni, és a 44-ben meggyilkoltakra emlékeztetve valamit közölni vele. <coughs> Érzed-e, vagy látod-e már azt, hogy mi lehet ennek a folyamat, folyamatnak a vége, amely elindult az Egyesült Államokban, és aztán Európa számos pontján e, történtek. E, szobordöntések, e, szobor döntések, szobor összefestések. Ugye Magyarországon és Churchill szobrára is e, ráírták, hogy, hogy náci. E, lehet tudni azt, hogy az Egyesült Államokban ez még, még nem e, hogy úgy mondjam, eliminálódott-e ez a mozgalom, de hogy, hogy mi lesz ezekkel a szoborokkal, vagy, vagy, meg kell -e változtatni az egész történelm felfogást, vagy, vagy az emberek hozzáállását ezekhez az emlékművekhez, és mondjuk adott esetben jó térni, vagy, vagy elfogadjuk azt, hogy nekik van igazuk, és ezek valóban gyarmatosítók voltak, leigázták az őslakosokat, és, és pokolba velük. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de semmiképpen nem mondhatjuk azt, én legalábbis nem tudom azt mondani, hogy ez egyedül Amerikának a dolga, és az amerikai állampolgároknak a dolga dolga, főleg, hogyha olyan embereknek a szobrairól van szó, az én sorsomat, ami mindennapjánkat is meghatározták. Tehát az, hogy ma itt nem mondjuk a német birodalom egy másodosztályú tartományának a harmadosztályú polgáraiként beszélgetünk, ha egyáltalán lennénk, az többek között Winston Churchillnek köszönhető. És ugye most az ő neve is fölmerült, mint, mint akinek az, mint nem érdemes arra, hogy szobrai legyenek, mert egyébként ő a brit kolonializmusnak a, a, az első számú képviselője volt, és bőven lehet találni az életművében akár rasszista megjegyzéseket is. Igen ám, de akkor, amikor egy kellett hozni egy sorsfordító döntést, nem csak a saját életét, hanem egész világ életét megfordította, akkor ő a nácik ellen hozott létre egy történelmi szövetséget, és nélküle valószínűleg nem sikerült volna legyőzni a német birodalmat, vagy nem úgy, nem Igen. azzal az eredménye. Szerintem ez az első számú öröksége. És, és, hogyha ezt nem vesszük tudomásul, hogy egyébként egy ember életében sok minden van, nincsenek szuperemberek, nincsenek olyan szentek, mint akiknek a szobrait a templomokban megtek, akik csak büntelenek voltak, és mindig tökéletes dolgokat csináltak. Hát úgy könnyű lenne. Gyarló embereknek vannak szobrai. Erre ezekről a gyarlóságaikról érdemes tudni, de minden ilyen típusú szobordöntés az a múlt eltörlésének a kísérlet. Tehát az ókor óta tudjuk, hogy jött egy császár, lebontották, hogy felejtsék el. A rómaiak erre kitaláltak egy gazdaságos megoldást, hogy csak a fejet kellett aztán egy idő után kicserélni. <gül> <gül> de hát ma részben vannak erre demokratikus eszközök, hogy legyenek viták, hogy az a szobor kell -e vagy, vagy sem. És nyilván egy déli tábornok esetében, aki semmi más nem csinált, csak harcolt az északiakkal azért, hogy kellemesen élessenek egy rabszolgatartó államban. Ez valóban nem a mi dolgunk. És, és, valóban az érvek többsége amellett szól, hogy neki ne legyen ott szobra minden nap sértve azokat, akik mondjuk rabszolgák leszármazottai. De olyan embereknél, mint Jefferson, Washington, Churchill, Gandhi, és már mi majdnem mindenkinek fölmerült a neve, aki a 19. századnál, vagy van, vagy annál régebben élt, és fehér férfi volt, hogy miért nem alkalmas arra, hogy neki szobra legyen. Ez egy nagyon veszélyes dolog, mert ez mindig a múlt eltörlése, és a múlt ismeretlen Kül, szerintem nagyobb kárt szenvednénk. Jó, akkor itt van ebben szemben a másik példa, Gábriel a szabadságtéren. Tehát, hogy, hogy arról mit gondolsz? Hát ott messze nem mondhatjuk azt, hogy egy konszenzussal De. emelt szobor lett volna. Ugye nem egy emberről beszélünk, hanem egy történelmi szituáció értékeléséről. Hasonlóan, mint a turul egyébként. De, igen, ez, ha valamihez, akkor a turulhoz hasonlít. Én, hát semmiféle megfelelő vita ezt nem előzte, meg pontosabban megelőzte, de ennek, a, ennek az eredményére, konklúzióra tettek. Úgy a szakmaira, tehát hogy mint szobor, mint műalkotás az megfelelő arra, hogy oda, oda tegyék, hiszen az erre illetékes szervezet, a Budapest Galéria ezt nem javasolta, és, és hát egy történelmi vita sem zajlott le, hogy valóban tényleg csak hogy ártatlan szemlélője és valójában áldozata volt a, a magyar állam, meg ugye a magyar állampolgárok döntő többsége annak, ami történt 1944-45-ben. Tehát ez egy nagyon szerencsétlen jelkép, és igaza van azoknak szerintem, akik tiltakoztak vagy tiltakoznak ellene. Az amerikai esetekben ott nagyon-nagyon hát régóta ott álló szobrokról beszélünk, és ezeknek a figuráknak, történelmi szereplőknek, az életét kell értékelnünk. És szerintem mindig lehet újra értékelni, mindig felmerülhetnek pillanatok, vagy olyan adatok, amik egy másik történelmkorban másként esnek ladba. De visszavetíteni a mi értékeinket a múltba, akkor nem lehetne senkinek se szobra. Akkor mehetünk a hősök terére, és minden Árpádházi királynak egyébként a szobrát el lehetne dönteni, hiszen volt rabszolgaság. Meg hát egyéb, meg fölnégyeltették az ellenségeiket, meg lehetne sorolni. De abban az adott korban az, 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 nem volt kirívó. Én nekem van egy saját szám használatra kidolgozott, hogy mondjam, mércém, amit egyébként érdemes megfontolni másnak is, hogy az adott történelmi szereplő, vagy bárki, akinek szobrot emeltek, a saját korában hozzájárult-e ahhoz, hogy jobb legyen a világ, és én még hozzá szoktam magamnak tenni azt, hogy is nagyobb legyen a szabadság. És hogyha így teszem mérlegre Washingtonnak vagy Churchillnek az életét, akkor bizonyok nagyon sokat tettek, hogy akár az én személyes életem szabadabb legyen, meg jobb a világ akkor. Még akkor is, hogyha egyébként bűnöket követtek el. De egész életművükben, vagy vagy a történet egy adott pillanatában. Mert ha ide megyünk, akkor, akkor oda mehetünk 1945-höz, és akkor a Stálin szobor adott esetben az, az jogos hiszen volt a történelemnek egy olyan pillanat, amikor Stalin az általad említett Churchill -e együtt a náci Németország megsemmisítésében meglehetősen jeleskedett. Szerintem az egész életművet kell nézni, és hogyha mondjuk churchill tesszük a, a Bastara, akkor azt lehet mondani, hogy összességében ő egy legalábbis nem. szerintem mindenképpen, de talán ebben van konszenzus, hogy összességében ő egy pozitív szereplője a, a múltunknak. Hát Stalinról lesz messze nem lehet elmondani, hogy egy volt. Tehát, hogy nem lehet összehasonlítani a két figurát. És hogyha az mondjuk rasszista megjegyzéseiért lebontjuk Churchill szobrait, akkor pont azt mondjuk, hogy ő egyébként pont ugyanolyan volt, mint mondjuk Hitler, vagy más rasszisták, akiknek a hogy mondjuk életművű központi eleme az, hogy, hogy rasszisták és másokat el akartak pusztítani. De hát ha egyenlőséget teszünk, akkor, akkor mindenki náci. És akkor megint az van, hogy, hogy mihez kezdünk a múltunkkal. Tehát, hogy ez nagyon veszélyes terep, arról nem beszélve, hogy, hogy hát Európa nagy részében és az Egyesült Államokban, Észak-Amerikában megvan a lehetőség, hogy ezt egy szabályozott folyamat keretei között megvitassák arról, hogy, hogy erre, ilyen folyamatokra van szükség, meg eszetlenség és, és kapkodás zajlik, az pont az HBO-nak a története is pontosan jelölte, hogy levették a kínálatból az elfújta a szélt. Írtál is róla, ha jól emlékszem, a, a Facebook odaladon, aztán hál' Istennek most az elmúlt napokban kiderült, hogy visszarakták. Hát most már tényleg néha egészen a bornítságig elmennek ezek a folyamatok, tehát, hogy olyan rajzfilmeket tesznek mindenféle indexekre, listákra, még éppen görbetükröt mutat a rasszizmusnak. Tehát, hogy általában mindig ezek a, a purifikátor szellemű mozgalmak, jobb és bal oldalon egyaránt, valahogy az összös bennük, hogy a humornak a morzsáját sem ismerik fel, az iróniának. Tehát mindent szó szerint értelmeznek. Hogyha, hogyha egy, egy rajzfilmben a karakter éppen mondjuk a rasszizmust gúnyolja, akkor ők abban csak azt látják, hogy egy rasszista, és ezért be kell tiltani. Tehát, hogy, hogy szerintem egy ilyen önmagunkra nézve semmilyen semmi minden, a minimális reflektivitást is, és nélkülöző világot akarunk létrehozni, az mindig rossz, mert az, az ha eltöröljük a, a múltat, és csak is a jelenben élünk, akkor, akkor, akkor bármi megtörténhet velünk, és akkor tényleg bárki lehet rasszista, bárki lehet náci, kommunista, mert akkor nem lesznek referenciapontjaink a múltból. 9 óra 34, eh, klubrádió reggeli, gyors, reggeli személy, nyári Krisztián, irodalomtörténész író, a Léra kiadó, eh, kreatív igazgatója, akivel szobrokról, szobordöntésről, illetve eh, erről a mozgalomról eh, beszélünk, amelynek célja az, hogy eh, adott esetben a feketékkel szembeni, eh, szemben rasszista módon létező emberek szobrait, vagy rasszista módon megszóló emberek szobrait ledöntsék, így került szóba mondjuk Gandhi szobrának is a, a ledöntés. Jefferson elnökről már beszéltünk. Az egyik hallgató írtás SMS-ben, hogy most már Amerika nevét is meg kellene változtatni, mert Amerigo Vespucci is felfedező hódítókkal érkezett a kontinensre. Nem mai keltezésű ez a vita, tehát hasonlót már így folytattak. Nem tudom, hogy mi lehetne mondjuk Amerika neve más. Biztos van annak egy valamelyik indián törzs nevén is neve. Tehát, hogy persze végig lehet ezeket... De melyik indián törzs, igen. Hát igen, meg hogy hát ők is jöttek valahonnan a bengáli szorosan, ott talán voltak őslakosok is. Szóval nem lehet utólag eltörölni a történelmet az a helyzet, vagy hát ezek a kísérletek nem szoktak sikerre vezetni, viszont bajt ezt hoznak. Ami nem jelenti azt, hogyha a konszenzus van abban, hogy ott valakinek van egy lovas szobra, aki egyébként túl sok mindent nem csinált, mint leigázott ott embereket, vagy rabszolgának vett Okay. vagy rabszolgákat, rabszolgákat kereskedett mondjuk, akkor nyilvánvalóan ne legyen szobra a 21. században, de itt azért jelentősen túlcsordul ez a dolog. Tehát, hogy olyan embereknek a, az emlékét kívánják eltörölni, legalábbis ilyen típus emléket, mint amit egy szobor képvisel, mint mondjuk George Washington. Tehát Amerika alapjain át tart már ez a dolog, és, és engem Európában ez érint, mert mondjuk az a, a Egyesült államok függetlenségi nyilatkozata az, az az egész emberi nyugati szabadságnak az egyik alapdokumentum, amit Washington meg Jefferson írtak. És lehet, hogy ők egyébként nem jártak el tökéletesen, és hiába beszéltek arról, hogy minden ember szabadnak és egyelőnek születik, ők maguk is rabszolgatartók voltak, és ez csúnya dolog. Erről beszélni kell, de lebontani a szobrukat, és azt mondani, hogy amit tettek, az nem tette jobbá a világot, ez szerintem súlyos aránytévesztés. És nyilván a cseréd is kapott egy-két tasit, amikor ez eltörtem, mondjuk a kávés készletet, vagy, vagy elejtette. Igen, de ilyet bőven le, egy kicsit olyan a helyzet mondjuk Washingtonnál, meg Jeffersonnál, mint, mint Széchenyi István. Hát konszenzus van valószínűleg 95%-os konszenzus Magyarországon, hogy Széchenyi István szobrai jó helyen vannak, és, és, emlékeznünk kell rá. Na de hát ő neki jobbágyai voltak. A 19. század első felének a magyar jobbácsága nem sokkal volt egyébként olyan szabadabb lét, mint az amerikai rabszolgaság. Azért ezt ne felejtsük el. És nem lehet azt mondani, hogy Széchenyi jobbágyainak olyan nagyon jó lett volna a sora azt írta egyszer a intézőjének, hogy nyomja a jobbágyokat tehát, hogy dolgozzanak azok ott rendesen. És ő, ő ugyan írt nagyon sokat a jobbágy felszabadításról gazdasági okokból, de ezt azért úgy tartotta elképzelhetőnek, hogyha a földes úr gondolja, akkor önkéntesen megteheti, és a jobbágy fizessen egy örökváltságot érte. És egyébként ő sose szabadította föl a jobbágyait. Na de Sőt, ezért. Hát, de... kezdve a tudományos akadémia és a jobbágyoknak köszönheti, vagy az elnyomás. Hát persze, na de hát a saját korában ő mégiscsak a nagyobb szabadságot képviselte. És a, amit leírt a stádiumban a jobbágyságnak azért, metlenségéről vagy hogy ez nem gazdaságos, az hozzájárult ahhoz, hogy aztán 10-12 év múlva tényleg eltöröljék Magyarországon a jobbácságot. Tehát összességében ő jót tett azokkal a milliókkal, akik jobbácsorban tengődtek Magyarországon, de egyébként ő egy arló ember volt, és a saját maga zsebébe, amikor gondolt, akkor, akkor mégiscsak inkább azt mondta, hogy nyomjuk a jobbágyot milyen többször előkörült már, hogy gyarló embereknek állítanak szobrot. Mit kell éreznünk, amikor ott állunk Széchenyi György szobránál érsek helyen? Érsek újváron. Érsek újváron, bocsánat. Ugye ez egy felvidéki magyar város, amit tulajdonképpen ő alapított település már volt, de városi jogot ő adott neki, mint Esztergomi érsek, és például ezzel nagyon sok embernek szabadságot adott, akik addig nem rendelkeztek szabadpolgári jogokkal. De egyébként egy kiváló ember volt a tekintetben, hogy iskolákat alapított, a első Budapesti Gimnáziumot, ami mind a mai napig működik, ő alapította, de rengeteget, egertől köszikig. Mert, és egyébként pedig, hát ő volt annak a koncepciós pernek az egyik kitervelője, amelynek eredményeként talán utoljára, ilyen tömegben mindenképpen utoljára Magyarországon rabszolgának adtak el ártatlan embereket, pusztán a vallásuk és a hitbéli meggyőződésük miatt. Ugye ezek a híres gájrab prédikátoroknak a története, amit egyébként Módova György is megírt egy regényben. 42 református és evangélikus lelkészt, illetve tanítót, prédikátorokat, egy koncepciós perben halálra ítéltek, és aztán az nagyon kínos lett volna őket kivégezni, úgyhogy eladták őket Nápolyba, egy rabszolga hajóra, a Gályarabnak. Annak biztos tudatában, hogy néhány évnél tovább úgysem élnek már. És aztán utána egy másik történelmi személyiség, Michel de Rüter nevű holland euh, admirális kiszabadította őket, megváltotta pénzzel, de egyébként hát katonailag is ott nyomást gyakorolt ezekre a gája tulajdonosokra, hogy engedjék szabadon ezeket a magyar embereket. Ma egyébként Hollandiában éppen a Rüter szobor kapcsán robbant ki vita, mert igaz ugyan, hogy ő rabszolgákat megszabadított, igaz ugyan, hogy ő tette nagyjá ebben a saját korában Hollandiát, nélkül a mai Hollandia valószínűleg nem is létezne, de hát egyébként a rabszolgakereskedelemben is aktívan részt vett, mint ahogy a holland állam is részt vett és most éppen azról van vita, hogy akkor lemontsák el szobrait, vagy sem. A mi szempontunkból ő egy rabszolga szabadító, mások szempontjából pedig hát rabszolgává tett embereket. És ha már a rűtés szóba került, pont tegnap este küldtem még át késő a kollégám Korpás Kriszta szerkesztő, hogy Hollandia kijelentette, hogy nem fog bocsánatot kérni a gyarmatosításért, mert legalább ugyanennyi embernek az érzelmeit vagy, vagy sérthetné, mint a hány ének jót tenne, mint a hánynak tenne az, hogy elnézést kérnek, úgy vannak vele, hogy hát toljuk tovább a biciklit. Hát, hogy egy állam mit tehet meg, hogy amikor egy állam bocsánatot kér, az, az, mindig egy gesztus, de emlékszem, hogy hát a rendszerváltás környékén a mongol állam bocsánatot kért a tatárjárásért. Az inkább megmosolyogtató <laughs> gesztus volt. Igen. Hát hol volt akkor már a tatárjárás? A gyarmatosítás nem feltétlenül ilyen, de én hallottam már vitában derék amerikai olasz, aki Kolumbusz szobrát védte, hogy azt mondja, hogy neki nem kell bocsánatot kérni, könyörgöm, hát mi nem voltunk rabszolgatartók, mi nincs terenül érkeztek ide az őseink, itt már rég nem is volt rabszolgasság, miért kérjek én bocsánatot, mondta ez a derék New Yorki olasz ember, és a saját szempontjából igaza van. A bocsánatkérés mindig egy gesztus, és ráadásul ingyen van, szóval szerintem érdemes megtenni, akkor, hogy egy pici igazság is van benne. De hát a a, Rüter az, ami nálunk tényleg Széchenyi István emléke, vagy Kossuth Lajosé. Ha azt eltörlik, akkor magát a holland államnak a, az alapjait érinti ez a, ez a, dolog, és igen, beszélni kell arról, hogy ő mondjuk két rabszolga erődöt elfoglalta az angoloktól, és aztán onnan hát, háborítatlanul zajlott a holland rabszolga kereskedelem. Miközben ő valószínűleg egyáltalán nem volt rasszista, azt is lehet róla tudni, hogy fiatal korában egy fekete matróz volt a legjobb barátja, de hát a magyarokat pedig azért mentettem meg, mert egy vallásom voltak. Akkor a vallás volt az elsődleges ö, ö, közösségteremtő, meg megosztó ö, dolog, és nem a nemzetiség, vagy nem a bőrszín. Igen, Igen ez annyira furcsa, most mondtad ezt, hogy egy fekete matróz, volt a legjobb barátja, ez a klasszikus magyar Igen. Ez a fordulat, hogy vannak nekem néger barátaim is, Igen, tehát ilyen emberek ember, ilyennek kell előrukkalni, de ha, ha már ott tartunk, hogy Széchenyi György szobra, vagy Rüviternek a szobra, hogy az, aki megáll előttem, az nem fogja tudni azt, hogy hogy Széchenyi valóban elküldettett 42 prédikátort Gálya ki is végeztethette volna őket, lehet, hogy jobban járt volna, ha bebörtönzik őket, és valami várbörtönben életük végéig ott vannak, mert akkor nem jönnék ennek, de ez egy nagy, nagy per volt, tehát ez Hát 700 embert idéztek be, abból 300-an odamentek, mindent halálra ítélték egyébként, csak a több mindenkinek aztán enyhítettek a büntetésén, de hát ezt a 42 hangadót azért ők ki akarták emelni, hogy úgy mondjam, és ő valószínűleg úgy gondolta, hogy jobb lesz a világ. Az eretnekek gondolja. Persze, meg igyekezett őket meggyőzni, hogy katolizáljanak, és még azt is megígérte nekik, hogy ha ezt megteszik, tehát megtérnek katolikusnak, akkor abban is segít nekik, hogy a vagyonukat ne kobozzák el, nem folytathassák a korábbi életüket, csak én már katolikus papként akár. És erre ők nemet mondtak tehát neki a, neki a vallásukkal volt, vagy egy ilyen kor volt. Erről szerintem kell beszélni, hogy, hogy mondjuk az ilyen típusú világnézeti szembenállások, azok milyen károkat tudnak okozni. Például ez a mai korra nézve is egy fontos tanulság. Tehát, hogyha kizárólag a saját világnézetünket akarjuk viszont látni, akár a szobrokon, ha bármilyen ilyen emléken, hát ez zajlik most Amerikában, vagy ez zajlik egy turulszobor állításával is, akkor ugyanolyanok leszünk, mint ők. Igen. akkor az ő hibájukat fogjuk újra elkövetni. Maximum majd elnézést kérünk érte. Igen, tehát de, de, nincs más választásunk. Igen, de közben arra, hogy, hogy mondjuk egy Széchenyi György aznak mi mindent köszönhet Magyarország, meg ma már Szlovákia, arra is emlékezni kell. Ez egy összetett dolog. Egy szobor, az csak egy emberre emlékeztet, egy villanás. E és nyilván egy csomó más intézménynek a feladata, elsősorban az oktatási, hogy beszéljünk arról, hogy egyébként ő milyen bűnöket követett el. Nem feltétlenül az a megoldás ilyenkor, hogy valakinek ledózeroljuk a szobrát, és a nevét is kitöröljük az emlékezetünkből. Éppen írt az egyik hallgató SMS-ben, miközben hallgatja a beszélgetésünket, amit nyári Krisztiánnal folytatunk, vagy folytatok. Debrecenben a nagy templom mögötti parkban van emlékműve a gájáraboknak megemlékezve Rüterről, sőt van Debrecenben Rüter utca Ez is, is És ezt a szobrot egyébként tulajdonképpen Széchenyi György helyett, aztán második János Pál pápa és bocsánatot kért a protestáns közösségtől a 300 évvel korábban történtekért. Tehát lehet ilyen gesztusokat tenni, és tökéletes helyszín volt erre ez a szobor. Egy másik hallgató azt írja, hogy hogy kétféle szobor van érzelmi szempontból, a napi hírességek, események, emlékművei, amelynek ledöntések kortársak által e, zajlik, akik átélték személyesen a működésüket, például 56-os Stalin szobor, a másik a történelmi távlatú szobrok, amelyekhez már nincsen személyes kapcsolódás vagy átélt emlék. Na, azokat ledönteni a napi politika hisztéria keltésének áldozatai. Ebben is véri, van valami, hallgató. de persze lehetne találni ellenpéldát, de alapvetően ez így, ez így igaz azért. Uh, és akkor most egy dupla zárójel, jó napot kívánok, annak idején én írtam a konkoli kiejtése miatt, a reguli, moholi nagy kiejtésén például Gyula és Békés Csaba közt van a Veszeli Csárda, ezt boldogult lánykorom, ma mindenki beszélnek ejtette, majd már engem néznek hülyének, ha így mondom, a hagyományos családnevek helyes ejtéséről van szó. Ajaj, kellett nekem, annak idén Kálmán Béla proftól névtant hallgatom, írta nekem, mert bálítni, Gyöngyi, bezártam a dupla zárójelet. 9 óra 45 perc, egy kicsit beszéljünk másról, beszéljünk könyvkiadásról, koronavírus utáni helyzetről, egyetlen, járvány, egyetlen járvány terjedése ellen az elektronikus könyvek, az e-bookok -ok és a digitális könyvek? Nem, őszintén szóval, bár ha, amik, ha azt mondanám, hogy meg háromszorozódott az elkönyvek eladása, akkor igazat mondanék, de mindenképpen hozzá kéne tennem, hogy és akkor így most már háromszázalék százalékkal a piacnak. Igen, tehát, tehát, hogy ez nagyon-nagyon ez, ez pici, főleg Magyarországon, de világon, tehát 20 nál sehol nem több. Az Egyesült Támokban 20 os a teljes könyvpiacon belül az elektronikus, elektronikus könyveknek, az e az aránya. Tehát ez nem pótolja a könyvet. A könyvet szeretjük lapozgatni, szeretjük a polcunkra tenni, meg szeretjük ajándékba adni. És, és ezért aztán ez, ez, pillanatnyilag nem pótolható valami digitális dologgal. De az online könyvásárlás az bizonyos értelemben segített a, a egész világon. Hát a szakmának is, meg a könyvásárlásnak, mert ott eltelik egyszerűen annyi idő, nem kell bemenni egy boltba, eltelt annyi idő, hogy, hogy vírusmentesen érkezzen meg a, a könyv, hogyha adott futárszolgálat azt tudta garantálni, hogy, hogy érintésmentesen Szállítják a becsomagot könyvet, akkor azért nagyjából biztos lehetett a vásárló, hogy nem teszi ki magát fertőzésnek, és meg is nőtt egyébként Magyarországon az online könyvkereskedelemnek az aránya, de közel sem pótolta azt a vesztességet, amit a könyvesboltok bezárása hozott. Tehát nehéz helyzetben van az egész magyar könyvszakma, gondolom az olasz is, meg a francia is, de hát engem az elsősorban a magyar érdekel. És most, hogy kinyitottak a könyvesboltok, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy most ugyanakkor a lendülettel zajlik. Mint egy évvel korábban, de ezt a kieső három hónapot nem fogja idénről pótolni semmi. És hát van már egy másik nehézség, hogy nagyon sok könyvnek a kiadását halasztották el, vagy csúsztatták el a kiadók de azt ugye nem lehet megtenni, hogy a tavaszi könyveket mind megjelentetik össze, mert egyszerűen annyi, annyi könyvet nem vesz föl a piac, különösen hozzátesszük, hogy az embereknek egy része nem lesz olyan helyzetben, hogy annyi könyvet vegyen, amennyit szeret, annyit fog venni, amennyit tud. Tehát ez, ennek még jövőre, sőt, talán még az, az azt követőjében is lesz hatása, hogy azok a kéziratok, amik itt fölgyűltek, azok szépen lassan fognak tudni csak könyvformájában megjelenni, ha egyáltalán. Tehát egy nehéz időszak előtt áll, vagy abban van Könyvszakma, de összességében egyelőre nagyon olyan olyan tragikus dolog nem történt, tehát nem mentek csődbe. Könyvkiadó. Igen, ezért van a következő kérdésem, hogy hogy miként a vendéglátóipar vagy a turizmus nagyon sok, hogy úgy mondjam, gyenge bedőlését okozta. Hogy a könyvszakmában ezt tapasztalható-e, vagy csípke rózsikálom volt, aztán most fölévredett? Hát azt kell látni, hogy a könyvszakma egy kicsit mezőgazdasági szakma, egy aratás van egy évben, ez a karácsony előtti két hónap. Tehát, hogyha akkor Történt volna ez, akkor kell bezárni a, a könyvesboltokat, akkor, akkor lehet, hogy nagyon sok fontos könyvpiaci szereplő nem, nem éri túl. Most egyelőre erről nincsen szó, és reméljük, hogy ősszel hogy is megúszható ez. Azért a legtöbb könyvkiadó az az év már nagyobbik részében veszteséges, és aztán ezt a karácsony előtt hozza vissza és fordítja át nyerességbe. Tehát, hogyha ez most itt novemberben egy mondjuk egy második hullámbe üt, akkor az nagyon-nagyon nehéz helyzetet eredményez ez egyelőre nincsen, a könyvkiadók dolgoznak, készítik elő a könyveket, a könyvesboltok kinyitottak, de hát azt kell látni, hogy ez egy, ez egy nagyon hosszú értéklánc, van egy szerző, aki megírja a könyveket, különböző emberek dolgoznak vele, grafikustól a korrektorig, szerkesztőkig, de a, az egész folyamatnak a végén ott van a könyvesbolti eladó. Ha ő tud dolgozni, akkor, akkor mindenki, aki részt vesz ebben mm. a folyamatban, az, az, az ki akár megélhet belőle, vagy jobban jár, ha meg nem, akkor mindenkinek nagyon rossz. És az elmaradt könyveseményeket, fesztiválokat, azokat meg lehet tartani később vagy most. Hát az a terv, hogy azért? szeptember elején megtartjuk a, a könyvhetet, összevonva az elmaradt könyvfesztiválat, tehát lesz egy könyves esemény. Azonos helyszínen a vörös marti téren, hogyha éppen nem szól közben valami járványhelyzet, egyelőre úgy néz ki, hogy ez, ez simán működhet, úgyhogy nagyon készül rá az egész könyvszakma. Mondtam, hogy nem fogjuk elfelejteni azt, hogy mit csinál egy kreatív igazgató a Liránál. Hát ne. Ja, mondhatnám azt is, hogy bármit is jelentsen az a kreatív igazgató. Én azt el tudom mondani, hogy én mit csinálok. Én azzal foglalkozom, hogy írók és, és olvasók szövegek egymásra találhassanak. Ha visszagondolunk az elmúlt 10-20 évre, akkor, akkor azt látjuk, hogy egy irgalmatlan nagy változás van. Volt egy médiavilág, ami körülvette a könyvpiacot irodalmi műsorok, televíziókban, rádiókban, kulturális híradók, napilapokban, vers mellékletek, irodalmi mellékletek. Ma már ez nincs. És nem csak a, a csak pontosabban olyan. létezik. Igen, tehát most az Index azért csak beindította pont a válság idején a novella, vagy a tárca sorozat. El. És ezek mind-mind nagyon fontosak. Vagy azt, hogy itt a klubrádióban azért még lehet könyvekről hogy. beszélgetni. De az elérés az, az sokkal kisebb. Tehát, hogy... Tíz évvel ezelőtt, hogyha megjelent egy fontos könyv, mondjuk a magvető kiadónál, akkor nagyjából száz ilyen sajtópéldányt tudtak szétküldeni a munkatársak. Tehát annyian foglalkoztak azzal, hogy könyvkritikákat, könyvismetetőket írjanak. Hát ma jó, ha tíz. Tehát, hogy ez az arány. És de ez az egész világon így van, tehát van egy speciális magyar média helyzet, ez nyilván csak fölgyorsította, de, de, de alapvetően ez az egész világon így van. Kicsit az történik, mint ami a zeneiparban történt 20 évvel ezelőtt, amikor bedölt a CD piac, akkor annak volt egy pozitív hatása is, hogy föl, meg újra született a klubkultúra, amit már eltemettek a 70-es években. Tehát azok a találkozási pontok, amikor zenészek közvetlenül tulajdonképpen a kis számú közönséggel találkozhattak. Ez van az irodalomban is. Ha emlékszel a 80-as éveknek az íróolvasó találkozóira, akkor az egy ilyen műveldési házban Igen. egy okay, kancsó Igen. víz, meg egy, meg egy pogácsa mögött ott ült valaki kötött mellényben, és az első már nem lehetett hallani ezt már nem engedheti meg magának, sem a könyvkiadás, sem az írók, ezek megszerkesztett estek lettek helyette, élmény, ahova Igen. akár pénzt fizetnek emberek, amikor kortár zenészek, kortárs szerzők ülnek ki, szóval sok minden olyan új eszközt kell keresnünk, ami, ami megteremti az elveszett kulturális média helyett a kapcsolatot író és olvasók között. Én valami ilyesmivel foglalkozom. Érdekes, ugye szóba hoztad a zenét, bele a fejembe, mert Demeter Szilárdot akartam citálni, hogy vajon a könyves szakma, vagy mondjuk az írók, azok magukhoz tértek-e mondjuk a, a térei ösztöndi okozta konfliktusból, és azért jutott eszembe a zene, mert Demeter Szilárd most éppen a magyar popzenet társadalmi miasításán dolgozik, aminek van, aki örül, van, akik kevésbé örülnek, mint ahogy a térei ösztöndinek is itt van a táskámban egy H. János könyv, arról is lehet tudni, hogy a térei ösztöndi támogatásával jött létre. Hát a, én, azt, én annak örülök úgy általában, amikor a, az irodalom az állam segítsége nélkül is e, megtalálja az, az, az útját, és az író megtalálja az olvasóit, és adott esetben még meg is tud belőle élni. Ez Magyarországon azért sosincsen teljesen így. E, és ilyen értelemben, amikor az állam valamilyen módon segít, az összességében jó, de nagyon rosszul is e, lehet segíteni. Könyvkiadóként például annak örülök, hogyha semmi közünk az államhoz. E, ezt egy író nem mindig tudja meg megtenni, mert például nem folyamatosan ontja az új könyveket, tehát kellenek jó ösztöndi programok. Nem minden olvasó van olyan helyzetben, hogy könyvet tudjon venni. Tehát nagyon jók az olyan programok, amik abban segítenek, hogy, hogy több pénzük legyen az olvasóknak könyvet venni valamilyen, akár bármilyen módon. Tehát szerintem ilyen Magyarországon különösen van, van itt szerepe az államnak, és sok rossz, meg sok jó döntést lehet ebben látni. Ami meg a könyvzenét illeti, ebben mi Magyarország, meg általában megzenésített irodalmat, el vagyunk kényeztetve, nagyon jó hagyományaink vannak. A probléma szerintem az, hogy ezek a hagyományok döntő módon gyerekkorban működnek. Tehát gondoljunk a kalákára, a kaláka jelenségre, a megzenésített versekre, a legnagyobb kortás költők, a legfontosabb a kortás a a verseit közben. zenésítették meg, tulajdonképpen a 20. század második fele az erről szólt, és ez nagyon fontos. És aztán elhiteti velünk az oktatás, vagy mi elhisszük magunknak, hogy igazából a vers az, az ami le van írva fekér, fehér papírra, fekete Tükkel, és a zenét meg elfelejtjük hozzá pedig ez jó. És, én, amikor azt mondják, hogy a fiatalok nem olvasnak, vagy nem fogyasztanak mondjuk kortárs költészetet, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy hát menj el egy rájátszás nevű rendezvényre, vagy akár egy szlampoetre, és pénzt fizetnek azért, hogy kortárs költészetet találkozzanak, csak más formában. És hogyha ez az igény létezik, akkor ennek örülni kell, és kitalálni, hogy hogyan fogja megvenni ő a verses kötetet is. Értem. Nagyon szépen köszönöm. Lejárt az időnk. Nyári Krisztián irodalom történni szíró a kreatív igazgatója volt az elmúlt egy órában a vendégünk döntés kérdésekről, Széchenyi Györgyről, fővárosi szobrokról beszélgettünk. Itt a mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában segítségemre volt Kelecsényi Kriszta, Kovács Emberonika, Józsa Péter, Zsidai Péter, Selmeci János. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, béhallás!